Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a TV Ajka híradóját látják március 8-án szerdán. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Nőnap és ami mögötte van. Kis játékfilmet forgatnak Magyar Polányban. Alkalmassági felmérés a Fekete-Vörös Marti testnevelés tagozatán. Ma ünnepeljük a Nemzetközi Nőnapot, ami 1917 óta a nők iránti tisztelet és megbecsülés jele. Magyarországon 1948 óta köszöntik a nőket március 8-án, ám a nemi alapú előítélet még ma is áthatja társadalmunkat. Március 8-a lényege nem a virágcsokor, hanem a nemi egyenlőségért folytatott küzdelem. Figyelem felhívás arra, hogy a társadalom nem ismeri el és nem becsüli meg méltóképpen a nők által végzett munkát. És ebből a szempontból mindegy, hogy a nemzetközi ünnep apropóját szolgáltató női tömeg megmozdulásra 1857. március 8-án került a sor New Yorkban, vagy 1917. március 8-án Oroszországban, írja Antoni Rita a Népszava online-on március 4-én megjelent cikkében, mely szerint az eredet narratíváját az aktuális politikai érdekeknek megfelelően próbálták és próbálják alakítani. Ezzel már is elsikkad a lényeg, hogy a nők meg nem valósult egyenlősége globális jelenség. A szexizmus abból a látszólag ártalmatlan meggyőződésből indul ki, hogy a nő nem csak biológiai, de társadalmi értelemben is más, mint a férfi. Más szerepek betöltésére hivatott, és más célokat kell az életében előtérbe helyeznie. Van jó indulatú változata is, ebben gázolunk derékig nőnapkor, amely a természetesnek tartott szerepek betöltéséért és a sztereotipikusan nőies tulajdonságok felmutatásáért magasztalja, és egy burkolt üzenet formájában egyben jó helyre is teszi a nőket. A Népszava online cikke szerint ideje volna a szemléletváltásnak. El kellene végre felejteni, hogy a nők valamiféle másodlagos díszítő elemként vannak jelen a munkahelyeken, zavaró tényezőként a közéletben, bírálható, fogdosható tárgyaként az utcán és a buszon, szolgaként, megpofozózsákként otthon. A nők tiszteletét nem lehet virággal és formaságokkal letudni. Ezen változtatna az isztambuli egyezmény hazai kihirdetése, amit az aláírás óta eltelt 3 évben számos civil szervezet sürgetett. Február 14-én, mintha előrelépés történt volna, az igazságügyi minisztérium a kormány honlapján közzétett egy ide vonatkozó előterjesztést. Néhány napot kellett csak várni. Február 23-án talán bántalmazói privilégiumaikat féltve férfiak egy bizonyos csoportja tüntetett a ratifikáció megakadályozására. Az egyezmény célja az erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és az elkövetők büntetlenségének megszüntetése. A jelenlegi gyakorlat sajnos abba az irányba mutat, hogy a családon belüli erőszak magánügy és a környezetnek nem dolga beleavatkozni. Az állam és a hatóságok pedig nem úgy avatkoznak bele, ahogy ez elvárható lenne. Sok magyar családban a nő sajnos még mindig a férfi tulajdona, és az ő feladata, hogy legyen simulékony, tűrje a megaláztatást. Kis játékfilmet forgatnak a Soproni Petőfi Színház színészeivel és Eperjes Károly szereplésével Sánta Ferenc Téli virágzás című novellájából. Az erdélyi jelenetek rögzítése után a Magyar Polányi Tájházban forgattak hétfőn és kedden. Sánta Ferenc Téli virágzás című novellája az Isten a szekérben című kötetében jelent meg. Tulajdonképpen önéletrajzi ihletésű történet, amelyben a szerző a saját gyermekkorát írta meg, bepillantást nyújtva egy szegény székely család hétköznapjaiba. A törött lábú apa helyett 10 éves gyermekem egy fáért az erdőbe. Közben a fogcsikorgató hideggel küzdve talál egy kismadarat, amely majdnem megfagy. A kisfiú bár fél a veréstől, fa helyett hazaviszi a madarat, ami még a tűz melegénél is többet ad a családnak. A novellából Osda Erika dramaturg és az alkotás rendezője Bozsogi János írt forgatókönyvet. Igazából egy olyan népmesei világot teremt, olyan nyelvezetet használ, amit úgy gondoltunk, hogy ez filmért kiállt, mert ezt részben még soha senki nem készítette el filmen. A többi Sánta novellából se készültek még igazából filmek. És azt gondoltuk, hogy ez a történet, ennek a történetnek az üzenete, ez megéri, hogy ezt megpróbáljuk és megcsináljuk, és hát remélem, hogy sikerülni fog.
A megközelítőleg félórás alkotás a Pápa Városi Televízió, a Forrás Film és a Soproni Petőfi Színház együttműködésének köszönhetően készül. A Pápa Városi Televízió a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának Huszárik Zoltán pályázatának a támogatásával immár 5. közös alkotását készíti a Forrás Filmmel. A stáb az erdélyi Vármezőn és Mikházán már rögzített jeleneteket, most belső jelenetek készültek a Magyar Polányi Tájházban. Januárban kint voltunk Erdélyben, ott forgattunk néhány napot, amikor még igazi nagy hó volt, mert a történet szerint ez kellett ahhoz, hogy a kisfiú, aki elmegy az erdőre fáér, hogy megkínlódjon ebben a nagy hóba. Úgyhogy ott forgattuk a külső jeleneteket, és aztán annak a háznak a belsőjét, ahol ők élnek, azt a szobát forgatjuk itt tulajdonképpen, az összes belső jelenetet. A kisjátékfilmben a főhős Ferkót az Erdélyi Csibész Alapítvány által gondozott gyermek a 10 éves csíkcsomortáni Páncél Antal alakítja. Látható még a filmben a szintén csíkcsomortáni 5 esztendős Gál Áron és a csíksomjói 6 éves Hefliger Ádám. Őket az alkotók többszöri meghallgatás és megnézés után választották ki. Mindegyikük szerepelt az Alapítvány Árvácska együttesének pásztorjátékában, amely a mezőségben is látható volt. Az apa szerepét Eperjes Károly alakítja. Az anyát a Soproni Színház színésznője Molnár Anikó játsza, aki nem ismeretlen az ajkaiak és a magyar polányiak számára, hiszen 18 éves koráig élt Ajkán, majd 10 évig tanított Magyar Polányban a művészeti alapiskolában. A stáb májusig szeretné felvenni a jeleneteket, még később forgatnak majd a Bakonyban. A magyar polányi forgatásról készülő bővebb összeállításunkat pénteken láthatják a TV Ajka műsorán. Hétfőn és kedden zajlott a Fekete István Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Gimnázium emelt szintű testnevelés osztályába jelentkező kisgyermekek alkalmassági mérése. A leendő elsősöket különböző akadálypálya és labdajátékok várták az iskola József Attila utcai tornacsarnokában. Az intézmény testnevelői speciális elemeket is kialakítottak a csarnokban, ahol már konkrét sportágak, például a foci, vagy éppen a kézilabda alapjaival is megismerkedhettek az apróságok. Míg a kicsiket lekötötte a játék, a pedagógusok alkalmassági méréseket készítettek. Figyelték az óvodások mozgásának rendezettségét, a gyermekek testfelépítését, labdás ügyességét, bátorságát, gyorsaságát és kitartását is. A sportprogrammal egy időben Fenyvesiné Molnár Zsuzsanna igazgató helyettes tartott tájékoztatót az előtérben a gyermekek szüleinek. Bemutatta a testnevelés tagozat sajátosságait, és kiemelte az oktatási formákhoz kapcsolódó lehetőségeket. Hangsúlyozta, hogy már 35 éve működik a képzés az iskolában, ez idő alatt pedig rengeteg fiatalt indítottak el az aktív sportolás és az egészséges életmód útján, akik közül sokan élsportolóvá, edzővé, esetleg testnevelő tanárrá váltak. Azt mondhatnám, hogy kicsit talán kevesebb volt az érdeklődők száma az előző évekhez viszonyítva, viszont a gyerekek nagyon ügyesek voltak, érdeklődőek, szívesen vágtak neki az akadálypálya feladatainak teljesítéséhez, és ügyesen labdáztak a kosárlabdapalánknál, illetve a kézilabdában is. Megmutatták ügyességüket. Prezentációjából az is kiderült, hogy heti 5 testnevelés órán foglalkoznak a gyermekekkel, már az első év folyamtól kezdve. Néhány sportfoglalkozást nemek szerinti bontásban tartanak meg, így a speciális készségek és képességek fejlesztésére is lehetőség van már kisiskolás kortól. Az osztályba 12 fiút és 12 lányt fognak felvenni a játékos felmérés eredményei alapján, amelyről a szülők március 17-e után tájékozódhatnak az iskola honlapján. Azok a gyermekek, akik a héten esetleg betegek voltak, jövő hétfőn még ugyanebben az időpontban 16 óra 30-kor jöhetnek, és természetesen őket is szeretettel várjuk, és megnézzük, hogy mennyire ügyesek ezekben a feladatokban. Ismét érmekkel és értékes pontokkal tértek haza a Moson-Magyaróvári nyugat-magyarországi pontszerző akrobatikus rock'n'roll táncversenyről a Dynamic Rockisai. A versenyt március 4-én tartották. Pór Dániel és Bárdosi Violetta junior páros kategóriában második helyen végzett. A Mini Rock Children kisformáció negyedikként, a Mikrobabák Children nagyformáció másodikként, a Párducok Serdülő kisformáció ötödikként zárta az évad első versenyét.
A Candy Junior kisformáció a dobogó harmadik helyére állhatott fel, a Paradise Junior nagyformáció és a Beats felnőtt kisformáció egyaránt a második helyen végzett. A Revolution felnőtt kisformáció tagjai a 9-ek lettek. Március 18-án szombaton nemzetközi kategóriákban táncolók teljes válogatott mezőnye az Ajka Városi Sportcsarnokban versenyez. Az érdeklődőket szeretettel várják. 6-0-ás vereséget szenvedett az Ajka Kristály megyei első osztályú futballcsapata a bajnokság szombati fordulóján. Szóba került az edző lemondása is. A tartalékosan felálló Kristály 6 gólos vereséggel a háta mögött várta a Devecser elleni összecsapást. A játékképe nem sokat változott a tihanyi mérkőzéshez képest, a hazaiak kétszer találtak be az első félidőben, az ajkaiak nem tudtak válaszolni. Az igazi összeomlás a második játékrészben jött. Ekkor a vendégek már sem játékban, sem akaratban nem tudták felvenni a versenyt a házigazdákkal, és ezúttal is 6 góllal maradtak alul. A találkozó után az edzőt a nagyarányú vereség okairól kérdeztük. Hát ennek az egész éves munka az oka. Ami januártól elkezdődött, az most annak kijön az eredménye. Az edzéshiány, az, hogy 11-en játszunk, már második meccse, olyan embereket kell játszatni, akik máskülönben oda se kerülnének a felnőtt csapat környékére. Egy edzéssel egy alapozást nem lehet megcsinálni, nincs erőnk, nincs összeszokott csapat, úgyhogy ennek csak ez lehet az eredménye. Úgyhogy én itt be is jelentem a lemondásomat, úgyhogy majd vezetőség eldönti, hogy mi lesz ebből. A szezon elején az első 5 helyezett közé szeretett volna feljutni a csapat, jelen körülmények között azonban már nyilvánvalóan nem ez a cél. Innentől kezdve az a terv, hogy minél több pontot gyűjtsünk, mert szerencsére annyi pontunk van, hogy talán a kiesés nem fenyeget, de ha ebben a formában fogjuk folytatni ennyi emberrel, akkor oda fogunk érni a végére, sajnos. Az egyesület vezetősége nem fogadta el az edző lemondását, mert nem az ő hibájának tulajdonítják a csapat sikertelenségét. Az edzői feladatokat így továbbra is Sipos Tamás látja el. U10-es jégkorong tornát rendezett az Ajkai Óriások Jégkorong Klub szombaton. 10 mérkőzést bonyolítottak le a jégpályán Bece Zoltán vezetőedző irányításával, aki versenybírói feladatokat látott el. Az Ajkai Óriások 2 csapattal vettek részt a tornán, az egyik csapatot Bakos Gábor, a másik a Dósa Dávid vitte. Először egymással mérkőztek, majd a szombathelyi Pingvinek, a Veszprémi Jéglovagok és az ifja Bocskai Gábor Jégkorong Akadémia U10-eseivel küzdöttek meg. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni figyelmüket. Március 9-én, 10-én és 11-én 19 órakor a Művelődési Központ Színház termében a Magyar Zenész Színház és a Veszprémi Petőfi Színház közös produkciójában a Bécsi Vér című operett látható a Bródi, a Tamási és a Nagy László bérlet keretében. Fények, árnyak, gyöngyök címmel nyílik kiállítás március 9-én csütörtökön 16 órakor a Városi Múzeumban. Az M. Mester Katalin festményeiből és népi fűzött gyöngyeiből összeállított tárlatot Badicsné Matting Mária nyitja meg. A Meridián tornával ismerkedhetnek meg az érdeklődők március 9-én csütörtökön 15 órakor az Életet az éveknek Ajkai Harmónia Klub szervezésében a Nagy László Szabadidőközpontban. A foglalkozást Vajda Zsuzsanna vezeti. Az üveggyári ifi flotta és az Ajkai VMK ifi csoportja gyalogos túrát szervez a padragi sziklákhoz március 11-én. A találkozó 8 óra 40-kor lesz a buszpályaudvaron, ahonnét busszal utaznak Padragkútra. A falu végéről indulnak a padragi sziklák Királyi út, Bújólik, Sárcsik út, Csékuti Szőlőhegy útvonalon. Így jutnak el a Palvek pincéhez, amely a 14 kilométeres túra végállomása. A délutáni órákban érkeznek vissza Ajkára. A túravezető Treiber Ágnes. Tájékozódási túraversenyt szervez március 15-én a megyei és az Ajka Városi Természetbarát Szövetség, az Ajkai Kórház S1 gyalogos szakosztálya és a Sportváros Nonprofit Kft. A találkozás 8 órakor a vasútállomás busz megállójában lesz, innét busszal mennek az Ármin bányáig. A nevezéseket 8 óra 30-tól lehet leadni a vendéglőnél lévő parkban. Idén az evezéssel egybekötött környezetvédelmi napot március 26-ára szervezik.
A nap folyamán a VMK gyermek és ifi csoport vízi kormányos képzése keretébe evezésgyakorlással egybekötött környezetvédelmi napot tartanak, ahol lehetőség lesz a kajak és kenu evezés kipróbálására. Közben a tó és környékének takarítása zajlik. A szervező Ozorai Sándor. Kedves nézőink, most pedig tekintsék meg időjárás jelentésünket. Csütörtökön a több-kevesebb napsütés mellett átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, szórványosan eső, zápor is előfordulhat. Élénk lesz az északnyugati szél, kora délután 10-15 fok várható. Pénteken napközben megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, a nap első felében többfelé lehet záporra készülni, délután számottevő csapadék már nem várható. Megerősödik az északnyugati szél, 8-13 fokra számíthatunk. Kedves nézőink, mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorunkat megtekinthetik az interneten, és bármikor visszanézhetik YouTube csatornánkon. Viszontlátásra!